bele akarnak szólni a jövőjük alakításába, látják értelmét annak, hogy aktívan együttműködjenek a kormánnyal. Másodszor azt is bizonyítja, hogy sikeres az újfajta kormányzás, amely nem az emberek feje fölött, hanem velük együtt, véleményüket meghallgatva hoz döntéseket. Minden felnőttkorú magyar ember megkapta a lehetőséget, hogy kinyilvánítsa a véleményét. Akik nem küldték vissza a kérdőívet, a kormányra és a parlamentre bízták a megoldást, engedélyt adtak arra, hogy saját belátásunk és legjobb tudásunk szerint meghozzuk a szükséges döntéseket. Innen is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett a szociális konzultációban, és megosztotta velünk a véleményét. És köszönöm az áldozatos és pontos munkáját mindazoknak, akik az előkészítést, lebonyolítást és az adatok feldolgozását végezték. A szociális konzultáció legfőbb tanulsága két szóban foglalható össze. Magyarország felébredt. Mi magyarok felébredtünk egy hosszú kábulatból. Egy hosszú kábulatból, ami a munkanélkül szerezhető jólét hamis, ám annál kecsegtetőbb illúziójából indult, és a teljes összeomlás rém álmába torkolt. Ebbe a hamis illúzióba nem csak mi ringattuk bele magunkat az elmúlt évtizedben, hanem az egész nyugati világ. A nyugati világ lenyűgöző fejlődése tudományban, technikában, gazdasági teljesítményben, életszínvonalban azt a misztikus tévképzetet alakította ki, csempészte be a mindennapi életünkbe, a politikánkba és a gazdaságunkba, hogy lehetséges gyarapodni, biztonságot és jólétet teremteni pusztán hitelekből, spekulációból és mindenféle állami juttatásokból, anélkül, hogy ezért mindenkinek keményen meg kellene dolgoznia. Tisztelt Ház, Magyarországon voltak idők, amikor a diktatúra ingyen sörrel és virslivel próbálta felettetni az emberekkel, hogy elvette a szabadságot. Aztán jöttek olyan politikusok, akik megalapozatlan állami juttatásokkal igyekeztek elnyerni a szavazatokat. Az elmúlt években pedig a kormányokkal összefonódott pénzkapitalizmus propagandája kábított mindannyiunkat azzal, hogy vegyünk föl minél több hitelt, lehetőleg devizában, mert hitelből mindent lehet. De már a Magyarország felébredt a kábulatból. A szociális konzultáció annak a bizonyítéka, hogy a magyar emberek nem hisznek többé az ingyen sörben, mert megtanulták, végül a többszörösébe kerül, mint az, amiért megdolgozunk. Természetesen örülünk, ha a barátunk vagy a szomszédunk meghív egy kocintásra, és jól esik egy korsó potya sör is, amikor a kocsmáros azt mondja, hogy erre a körre a vendégei vagyunk. Itt most azonban arról van szó, hogy ingyen sörre, potyázásra, kéregetésre nem lehet berendezkedni, és nem lehet jövőt építeni. Ma már mindenki látja, tudja és érti. Semmit sem érhetünk el máshogyan, mint munkával és szorgalommal. Mi magyarok nem ingyen sörre és nem adósságra akarjuk építeni a jövőnket, hanem munkára. Megértettük, a biztonsághoz, a jóléthez, a gyarapodáshoz dolgozni kell, és mint látják az adatokból, a magyarok dolgozni akarnak. A szociális konzultáció azzal, hogy ilyen egységes és határozott kiállást mutat a munka mellett, egy erős és széles középosztály eszményét vetíti elénk, amelybe minden magyar ember beletartozik, aki munkából akar élni és boldogulni. Gyakorlatilag teljes egyetértés van abban Magyarországon, hogy mindenkinek, aki munkaképes, dolgoznia kell, és mindenkinek meg kell tennie magáért annyit, amennyi az erejéből telik. Ezért az emberek elsöprő többségben értenek egyet azokkal a javaslatokkal és változtatásokkal, amelyekkel elejét vesszük az eladósodásnak, és amelyekkel helyreállítjuk a munka eredeti státuszát, vagyis azt, hogy aki dolgozik, az följebb jut, aki nem akar dolgozni, hátrább kerül. Az emberek szinte egyhangúan azt támogatják, 91% ért egyet azzal, hogy bevezessük a védett kor intézményét, hogy védjük meg a munkahelyét azoknak, akik egy bizonyos kort elértek, mert ha ők elvesztik a munkahelyüket, alig marad esélyük újra elhelyezkedni. Könnyű belátni, hogy ha ezek az emberek munkanélkül maradnak,
akkor óhatatlanul valamilyen állami juttatásra szorulnak, ami jóval kevesebb, mint a fizetésük, ennek folytán kisebb lesz majd a nyugdíjuk is. Holott még évekig hasznos munkát végezhetnének tisztes munkabérért, és átadhatnák tapasztalataikat a fiatalabbaknak. A válaszadók majd 97%-a ért egyet azzal, hogy az állam segélyezés helyett munkalehetőséggel segítse a munkanélkülieket. A segély nem vezet vissza a munka világába, úgy tűnik az emberek úgy gondolják, a segély nem erősíti, hanem gyengíti az embert, úgy gondolják, hogy a segély valójában lefelé visz. A munkalehetőség, még ha átmeneti is, ha nem is az, amire valaki vágyik, visszaadja az önbecsülést, a tartást, az ember mégiscsak munkabért kap, nem záródik be, nem szokik el a közösségtől, nem szokik le a mindennapi munkába járásról. Így több esélye lesz visszakapaszkodni is. 89%-os egyetértés van abban, hogy az oktatási rendszernek elsősorban a munkakereslethez kell igazodnia, ezért azt úgy kell átszervezni, hogy az állam csak olyan képzéseket támogasson, amelyekkel azután el is lehet helyezkedni. Ugyanígy a munka státuszának helyreállítását támogatja a mintegy 80%-os többség, akik azzal értenek egyet, hogy a nyugdíjazásnál ismerjük el munkának a gyermeknevelést, legfőképpen azok esetében, akik emellett megfelelő idejű munkaviszonnyal is rendelkeznek. Láthatják, a nagy többség abban is egyetért, hogy az egyéni nyugdíjszámlák esetében jelentős mértékben be kell számítani a munkával eltöltött éveket, és legalább annyira, sőt, mint látják, sokak szerint első helyen kell figyelembe venni ezt. 85%-os a támogatása annak a javaslatnak, hogy aki valóban valamilyen segélyre szorul, az csak részben kapja meg pénzben, és részben alapvető szükségleti cikk formájában. Azért gondolhatták ezt az emberek, mert így lehet elérni, hogy a segély valóban azokhoz jusson el, akikhez kell, és azt a célt szolgálja, amit szolgálni rendeltetett. Ne az ablakon kidobott közpénz legyen, mert az csak az adósságot növeli. Egyetlen adófizető sem szereti, ha az ő adójukból kifizetett segély a kocsmába jut, vagy a játékgépbe dobálják be. 86%-ért egyet azzal, hogy szorítsuk korlátok közé a közüzemi szolgáltató magáncégek érdekeit. Az ő extra profitjuk miatt az emberek nem tudják fizetni a rezsiköltségeket, és így óriási adósságok halmozódnak föl. Ezek, mármint az adósságok nagy része, így vagy úgy, de végül a többi adófizetőre hárul. Ugyanez a helyzet a gyógyszergyártók esetében. Itt az emberek 94%-a helyesli, hogy törjük le azt a lobbit, amelyik saját érdekei miatt méreg drága gyógyszereket tukmál az emberekre. Az extra profitot a drága gyógyszerek állami támogatásával közpénzből fizetjük, ami növeli az államadósságot. Az emberek azt mondják, önök is olvashatják, hogy ezt meg kell szüntetni, senkinek se hagyjuk, hogy munkanélkül, manipulációval, extra profitra tegyen szert az adófizetők rovására. Mélyen egyetértek ezzel a véleménnyel, ma, amikor háborút vívunk az adósság és a munkanélküliség ellen, nem engedhetjük meg, hogy azokat támogassuk, akiknek amúgy is sok van. Ellenkezőleg ebben a helyzetben azokat kell segíteni, akiknek kevés van. A nagy halakat nem kell félteni, az sohasem lehet az állam feladata. Tisztelt ház! Az emberek kétharmada támogatja, hogy az állam nyújtson segítséget a bajba jutott devizahiteleseknek. Úgy érzem, ebben kifejeződik a magyarok embersége és szolidaritása. Ma ő került bajba, de holnap én is kerülhetek. Másrészt az is meghúzódhat a válaszok egységessége mögött, hogy az emberek azt gondolják, nagyon sokan vannak, akik pusztán önerőből képtelenek ebből a helyzetből talpra állni, de ha kapnak némi segítséget, akkor talán képesek lesznek rá, akkor talán lesz értelme annak, hogy ők is erőfeszítéseket tegyenek. Az a kérdés, amelyben legerősebben megoszlik az emberek véleménye, az a lakáscélú devizahitelek újbóli engedélyezésének kérdése. Úgy tűnik, hogy az emberek józanul és óvatosan gondolkodnak, mindkét álláspont mellett komoly és felelősségteljes érvek is szólnak.
Többen vannak, akik szerint veszélyes lenne újra kitárni a kaput a deviza alapú lakáshitelek előtt, ugyanakkor sokan vannak azok is, akik szerint a gazdaságnak szüksége van a tisztességes és megfelelően ellenőrzött hitelezésre. A kormánynak és a parlamentnek itt majd nagyon óvatosan kell eljárnia. Tisztelt Ház! Összességében a válaszokból azt olvasom ki, hogy az emberek tenni és küzdeni akarnak azért, hogy jobb legyen a jövőjük. Küzdeni akarnak az adósság, a munkanélküliség és az extra profit ellen. A mi dolgunk nem lehet más, mint hogy az emberek mellé álljunk ebben a küzdelemben, és minden tőlünk telhetőt megtegyünk a sikerért. A szociális konzultáció elegáns és csattanós válasz az olyasféle nyegle és cinikus megjegyzésekre, mint az, hogy kérdezzük meg az embereket, akarnak-e ingyen sört. Hát megkérdeztük. A szociális konzultáció üzenete világos. A magyarok dolgozni akarnak, munkából akarnak megélni, boldogulni és gyarapodni. Ezt várják el maguktól, és ezt várják el egymástól. A politikától pedig azt várják el, hogy ennek a föltételeit teremtse meg. Tisztelt Ház, emeljük meg a kalapunkat a magyarok józansága előtt, amellyel leszámoltak a hamis illúziókkal és a megújulás mellett foglaltak állást. Egy olyan pillanatban tették ezt, amikor még a családokat, a háztartásokat, a vállalkozásokat, a múltból örökölt rettenetes terhek nyomasztják, és mindenki ki van éhezve arra, hogy a saját maga és szerettei életében javulást tapasztaljon. Az emberek hallatták a hangjukat, és azt mondták, a politika tegyen meg mindent azért, hogy munkára mindenkinek legyen lehetősége, és ne bújhasson ki senki a felelősség alól. Ez ránk, a kormányra és a parlamentre is vonatkozik. Azt jelenti, hogy még többet kell dolgoznunk. Az emberek a szociális konzultáció révén nagyon sok konkrét feladattal bíztak meg, és azt várják, hogy azt mielőbb jól fölépített, jól kidolgozott törvények és intézkedések formájában ültessük át a mindennapi gyakorlatba. Ezt kell elvégeznünk az előttünk álló hetekben és hónapokban. Jelentem a tisztelt háznak, a kormány készen áll erre. Amikor a képviselők visszatérnek az őszi ülésszakra, számos fontos kormányjavaslat fekszik majd az asztalukon. Ami a nemzeti konzultációs politika jövőjét illeti, a jövőben is meg fogjuk hallgatni az embereket, mert bár rendkívül erős felhatalmazást kaptunk a választóktól, mi kitartunk amellett, hogy a demokráciának a választások között is működnie kell. Megtanultuk, nem vezeti jóra az, ha az emberek csak a választások alkalmával 4 évente szólhatnak bele a saját életük és jövőjük alakításába. A képviselőknek, a tisztelt háznak jó munkát és sok sikert kívánok a kitűzött célok megvalósításához. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelt Ház, miután a miniszterelnök úr felszólalása nem haladta meg a 20 percet, így a frakcióknak 5 perces időkeret áll rendelkezésükre a válaszadásra. Elsőként Vona Gábor úrnak, a Jobbik vezetőjének adom meg a szót, parancsoljon, képviselő úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt országgyűlés, mivel 5 perc áll rendelkezésünkre, csak így az ember kénytelen lesz címszavakban reagálni. Még mielőtt a tartalmi kritikára rátérnék, engedje meg miniszterelnök úr, hogy némi formai kritikát is megfogalmazzak, megpróbáljak egy picit az ünnepen rontani. Ugyanis amit itt ön a demokrácia ünnepeként állított be, az az én szemszögemről, vagy szerintem sokunk szemszögéből az antidemokratikusságnak és a pazarlásnak az ünnepe, orgiája, mondhatnám azt is. Nézzük az antidemokratizmust. Ugye én azt hiszem, hogy ezek a számok persze lehetnek szépek, és lehetnek kedvesek, és szimpatikusak a Fidesz képviselő és a miniszterelnök úr számára, de egy jóval szűkebb bázisról beszélünk itt, mint amilyet önök a kommunikációban megpróbálnak kerekíteni. Én kíváncsi lennék ennek a 32 ezer embernek a véleményére, megmerem kockáztatni, hogy a többség véleményét ez a 32 ezer ember valószínűleg dühös, visszaküldött kérdőíve jelenítheti meg. Mindig arra szoktak hivatkozni, hogy tartsuk tiszteletben ennek az 1 millió embernek a véleményét. Én arra kérem önöket és a miniszterelnök urat is, hogy tartsuk tiszteletben a maradék 7 millió embernek a véleményét. Ne gondoljuk, hogy ők azért nem azért nem küldték vissza
a kérdőjét, mert rábíznák az országgyűlésnek a józanságára és ítélőképességére, jelen esetben a Fidesz kétharmadára, hanem azért nem küldték vissza, mert nem hiszik el azt, amit a miniszterelnök úr mond ezzel az egész kezdeményezéssel kapcsolatban. A nyilvánosság előtti titkolózás, elzártság, az adatokhoz való hozzáférésnek a szánalmas és tényleg feláborító kezeléséhez képest ez a néhány oldalnyi írómány azt hiszem, hogy nem jelent gyógyírt. Sőt, azt kell, hogy mondjam, sajnos az előző konzultációra visszautalva, az sem nagyon fontos, hogy pontosan mi van benne ebbe az írományba. Hát emlékezzünk vissza a földkérdésre, ugye, ami az előző konzultációban szerepelt, hogy akarnak-e a magyar emberek alkotmányos védelmet a földnek. Mi úgy éreztük, hogy ez egy olyan fontos kérdés, hogy érdemes itt népszerinti szavazást tartani ezügyben a parlamentben, az alkotmány vitája kapcsán. Meg is történt. Én kérném a miniszterelnök urat, hogy a viszont válaszában mondja már el annak a szavazásnak az eredményét is, hogy hol történt a hiba, hogy esetleg az emberek azt mondták ezen a konzultáción, hogy nem akarják a földet alkotmányos védelem alatt tudni. Vagy pedig, amit én sajnos gyanítok, önök képesek voltak egy nemzetközi direktíva érdekében az emberek véleményén átgázolni, és itt pedig mindenféle szép dolgot mondani, de az érdek úgy diktálja, akkor ezt teljes mértékben figyelmen kívül hagyni. Ami pedig a pazarlást illeti, a pazarlás részét illeti, nem csak pénzben, most erre nem is akarok kitérni a pénzbeli pazarlásra, inkább időbeli pazarlásnak érzem. 8 évig ellenzékben voltak, 1 évig kormányon vannak, és még most keresgetik, hogy mit kezdjenek a különféle területekkel. Hát mit csináltak az elmúlt 9 évben? Nincs programjuk arra, hogy hogyan kellene a különféle szektorokban a problémákat megoldani. Én úgy érzem egy picit, hogy ez a felelősség áthárítása, a kormány megpróbálja jelen esetben az emberekre hárítani a különféle döntéseinek a következményét, majd pedig előállva, amikor a különféle döntéseket társadalmi kritika éri, akkor azt fogja mondani, hogy hát önök mondták, önök akarták, ugye ezekre a teljesen evidens kérdésekre vagy evidenciának nevezhető kérdésekre természetesen várható válaszokat adták az emberek. Tehát én ezt egy kicsit parasztvakításnak és megmondom őszintén rossz hiszeműségnek is érzem. De rátérve a konkrétumokra, a devizahitelesekkel kapcsolatban is foglalkozik ugye a szociális konzultáció kérdőivel. Hát itt azt kell, hogy mondjam, hogy nem kaptak az devizahitelesek állami segítséget, bármennyire is szeretnék ezt az emberek a szociális konzultáció adatai alapján. Itt két csoport kapott segítséget, egyrészt a kormány kapott időbeli segítséget, adott saját magának időbeli segítséget a menekülésre, másrészt pedig a bankokat mentették meg egy bankmentő csomaggal, az embereket pedig továbbra is kitették a devizacsapdának, ugyanúgy a svájci franknak a szakadékában tengődnek ezek az emberek, és néhány év múlva eléri őket majd a végzetük, úgyhogy akkor majd azt hiszem miniszterelnök úrnak újra elő kell állnia és mondania kell valamit erről a kérdésről. Ami a szociális jutatásoknak a folyósítását illeti, ott rosszul van föltéve a kérdés. Az emberek szerintem nem azt szeretnék, hogy pénzben vagy élelmiszercsomagban adjuk a különféle segélyeket, hanem amit a Jobbik javasol, szociális kártyán, egy szociális kártyarendszeren és egy erre épülő szociális bolthálózaton keresztül, ami egyrészt felszámolna az uzsorázást, ami a cigánybűnözésnek az egyik legsúlyosabb formája, másrészt a segélyek pazarló felhasználását megállítaná, harmadrészt pedig egy munkahelyteremtési lehetőséget is teremtene Magyarország számára. A nyugdíjrendszer átalakítása kapcsán támogatjuk azt, hogy a gyermeknevelés legyen a nyugdíjszerző tevékenységek körébe tartozó munkavégzés, viszont nem mindegy, hogy hogyan. Itt azt szeretnénk, azt javasoljuk, hogy a felnevelt gyermekek adójából segíthessék a felnevelt gyermekek a szüleiket. Tehát ez legyen a foganatosításnak a módja. A hiány igazán beszédes, a szociális konzultáció nem beszél az egykulcsos adóról, hogy azt támogatják az emberek, hogy abban az adóformában önök nem érvényesítettek szociális szempontokat, nem beszélnek az államadóságról, hogy támogatják-e az emberek az államadóság folyamatos visszafizetését, úgyhogy ez egy szociális konzultáció helyetti szociális konfrontációnak a meleg ágya az a kezdeményezés. Arra kérem önöket, hogy a józan észre is hallgassanak néha, ne csak saját magukra. Köszönöm szépen. A Schiffer András frakcióvezető úr következik az LMP részéről, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Először is továbbra sem gondolom azt, hogy a Magyarországgyűlés falai között helye lenne annak, hogy bármely magyar állampolgárok csoportját származásuk szerint meg kéne bélyegezni. Tisztelt miniszterelnök úr! Nem vitatkozom önnel abban, hogy ingyen sört nem akarnak a magyar emberek, annál inkább megelégednének azzal, hogyha legalább már a sör alátét az adóbevallással megérkezett volna, úgy, ahogyan azt megígérték. És hát természetesen gratulálni tudok ahhoz, hogy a Fidesz tavalyi szavazótáborának 42%-a az legalább válaszolt az önök kérdőívére. Miniszterelnök úr, mi 42% küldte vissza, hogyha egészen pontosan számoltam az ideadott brosúrából. Tisztelt miniszterelnök úr, az a helyzet, hogy mi vagyunk annyira elvarázsoltak, hogy úgy gondoljuk,
hogy konzultáció két esetben van. Az egyik egy választási kampány, ahol el kell mondani azt, hogyha például valaki egykulcsos adórendszert akar bevezetni, el kell mondani azt, hogyha valaki az érdekegyeztetést föl akarja számolni, el kell mondani azt, hogyha valaki 2000 milliárdot akar kivonni a jóléti rendszerből. Ezt a konzultációt önök nem folytatták le. Két választás között a konzultáció népszavazást jelent. Azt jelenti, hogy meg kell kérdezni a magyar embereket arról, hogy például szeretnék-e a munkavállalói jogok lebontását, szeretnék-e azt, hogyha az alapvető, az egzisztenciájukat védő intézményeket úgymond a versenyképesség oltárán a kormány feláldozná. Mi ezért kezdeményeztünk népszavazást, és ezért várjuk azt, hogy önök a nemzeti konzultáció jegyében mögéje állnak ennek a népszavazási kezdeményezésnek. Annak van eredménye, hogyha népszavazáson kérdezik meg az embereket arról, ha már választási kampányban ezt elmulasztották, hogy egyetértenek ezzel a vudu gazdaságpolitikával, egyetértenek a szociális jogállam lebontásával. Tisztelt miniszterelnök úr, végignézve a szociális konzultáció kérdőívét, túl azokon az adatvédelmi aggályokon, amiket megfogalmaztunk, és reményeink szerint egyébként majd egy vizsgálóbizottságnak lesz alkalma megvizsgálni azt, hogy egyébként a ma még hatályos adatvédelmi törvénynek mennyiben felelt meg. Én tudom, hogy ez az önök számára nem sokat jelent, de mégis ez a konzultációs kérdőív. Hát jó néhány dolgot nem látok ebben. Megkérdezték-e önök arról a magyar munkavállalókat, hogy egyetértenek-e az érdekegyeztető rendszernek a szétrugásával? Megkérdezték-e arról az embereket, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a közmunkásoknak, a közmunkások tömegeinek messze minimál bér alatti jövedelmet fizessenek? Egyetértenek-e a magyar emberek azzal, hogy az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát vagy az összegét csökkentsék? Egyetértenek-e a magyar emberek azzal, hogy a tankötelezettség korhatárát csökkentsék, hiszen miniszterelnök úr, az a helyzet, hogyha leszállítják a tankötelezettség korhatárát, ebben az esetben tömegével kerülnek ki a munkaerőpiacra képzetlen emberek, akik nem fognak tudni elhelyezkedni. De azt is meg lehetett volna kérdezni a magyar állampolgároktól, hogy egyetértenek-e azzal, hogy önök felére csökkentették a közmunkára rendelkezésre álló költségvetési forrásokat. Az a helyzet, hogy szemben azzal, amit ön most itt elmondott, önök, az önök gazdaság és társadalom politikája azokat támogatja, akiknek sok van. Akinek semmilyen nincs, tudjuk, annyit is ér. Önök a kispénzűekkel fizettetik meg a gazdagok adókedvezményét. Erről szól a Fidesz gazdaságpolitikája. Én azt gondolom, hogy alapvetően önök egy teljesen hamis képzetet látnak maguk előtt, amikor úgy gondolják, hogy a munkanélküliek vagy a rendszeres rendszeres munkát ellátni nem képes emberek tömegei valójában nem kívánnak dolgozni. Ezzel szemben én azt gondolom, hogy ma Magyarországon tömegével vannak hosszú ideje munkanélkül úgy emberek, hogy valójában szeretnének dolgozni, de nincs meg egyrészt az az állami szociális rendszer, ami segíti a munkába járást. Lehetővé kell tenni azt, hogy a kistelepülésekről egyáltalán fizikailag el lehessen jutni munkahelyekre. Kell egy olyan mentorhálózat, ami a 10-15-20 éve munkanélkül maradt embereket visszasegíti az elsődleges munkaerőpiacra, és nem a közmunkákba. Kéne állami támogatás szociális földprogramokra, épületfelújítási programokra. Ma az egykulcsos adórendszer miatt erre, egy zöld fordulatra, a zöld beruházásra nincsenek források. Ezen kívül alapvetően a munkahelyteremtés politikája, miniszterelnök úr, járulékcsökkentésről, ökológiai adóreformról és egy progresszív, igazságos adórendszerről szólna. Kiszolgáltatottság árán nem lehet versenyképes Magyarország, s nincs a magyar emberekhez méltó életminőség. Köszönöm szépen. Most Harag Péter úrnak adom meg a szót a KDNP frakciójának. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, nincs olyan képviselő ebben a parlamentben, aki azt mondaná, hogy társadalmi párbeszédre nincs szükség. Legfeljebb a módja lehet különböző. Létezik egy hagyományos, egy formális, egy megcsontosodott rendszer, ami nyilván több-kevesebb legitimációval rendelkező szervezeteknek, illetve a nagy önbizalommal bíró vezetőiknek a akciója. Ez eddig igazi eredményt nem hozott. És létezik most egy új, egy széles rétegeket megkérdező, közvetlen konzultációs rendszer, és most ennek vagyunk tanúi.
Felmerült a kérdés, hogy mi van azokkal, akik nem küldték vissza. Én úgy gondolom, hogy több mint 1 millió visszaküldött kérdőív az egy igen komoly mennyiség. A magyar társadalmat ismerve, az emberek szokásait is látva, nem hiszem, hogy bármiféle kérdőívet ennél többen visszaküldtek volna. Ez nem érdektelenséget jelent, hanem azt jelenti, hogy a politikai döntéseket szavazat formájában leadják, de különben ilyen kérdőívek kitöltésére nem sokan szánnak fáradtságot. Egyszerűen ez a dolog természete. A másik kérdés, hogy vajon a szociális ellátórendszer milyen nálunk. Azt látnunk kell, hogy a környező országokhoz képest jóval többet költünk a szociális ellátásokra. A kérdés csupán az, hogy a célzottsága jó ennek. Itt van a probléma. Sajnos azok is kapnak ilyen támogatást, akik nem szorulnak rá, és lehetséges, hogy nem mindenki kapja meg, aki rászorul, hiszen éppen a legjobban rászorulók sokkal szerényebbek annál, hogy kérjenek. Ezen a rendszeren kell változtatni, és erre alkalmasak azok a kérdések, illetve arra adott válasz, amit a szociális konzultációban feltettek, illetve válaszoltak. A munkaszándék kérdése is felmerült a hozzászólásokban. Én úgy gondolom, hogy ez egy összetettebb kérdés annál, mint politikai vitákban, aztán tisztókászat és kérdés lenne. Hiszen már egy militárs kérdőkről van szó, valaki hasz, ki hogy mindennél munkat volt kül, az a munyak csúlyezik kifejeztetést használok. Nem az, hogy tudni karkoz dolgozni, hozzá azt, hogy se kell tenni, ezt készíteni az, ahogy, hogy még csak dolgozni is azon dolgoz, és bejusson a jusserő munkat piacra. A kérdésed között van több olyan, ami magyar dolgálpaknárólak a bölcsebbőlégési tajt mutatja, ilyen az a devizenre teradja, vagy a szelgógyszerak gyárdókra a kérdést. Vannak, de vannak olyan a kis, amely kifejezett fejezőcen a szociális érzékenységre, és teljes a helyi olasz válaszra azt mutatnak. Például a vigóret kutyukat tudja, hogy azt, hogy ha valaki 55 évesetén év múlva el, akkor egy utatonról nagy korsz gyakszerű a cintunk, amoknak adó szívem szállássák, mitják a munkló állalat. Ez ezt ne ért meg, hiszen érejeten erjébb teljesen lelekrömberen szól van szó. Az igaz, persze, hogy a pályapárdők kezdnek, és kevertre bérni kell adni. Ezek tehát emberek az ember, akinek a munkára, munkákkal, alkalmas, az tapasztaltak. Azoknak kell megtere lehetni a segítősen, amit éppenséget elvégel, hogy igazni dolgozni tudjanak. Egy olyan van egy kérdés kérdében, amit bizony is valamint a oké vagyok, ez és az a lehet kalesítő megkegek teremtkása az munka közkerekányról is. Bizony a bizonyságtalan abban van, vagy, hogy vajon csornas mikrend vagy kell legyen. Én azt nem elsziszerűen össze lehet munkaségetőssel meget kell teremteni, és utána a díjzett különböző vimbözöttségeden végben szólt, és viszállítségeden vőben lerek embereknek a lehetőséget megégetni, hogy adni ezt a munkát elmunkákhez végzik. A sorra jó, ha nem jó, itt fordítva megnyik, és előbb nem, hogy számfelezzük fél ezt a vértéség János utamunkat kács. Nyugdíjnyos gyermek remekés nevelés. Lehet többségtől sem viszont nem, hogy az első gyák szív és kérdik jobbra legyen a pisz. Gyerekek úr remeke adután idve ez a kedv miatt menny szül, mert a nem fők nehet vizetnek, beszélját ilyen irány, mit írunk nyitsta át nagy ők szülekhöz. Tehát az át három a hátő lehetőség, ami számít, mivel támbavik a tűnadok családalmi védeszólóról szövény, törzíti készekor, és az majd ők majd előidő erőlen őbe, ők higgyél meg el, hogy álljuk találnak a megjobbás volt gyermek a gyeveliknek, és a ISD az nyugdíjgé szefényot és semmit. Ezek azok a kérdések, amelyek per kötbelezve te férj, én úgy gondolom, hogy meg kell, hogy megszöntközni kapnunk a szválati szokadást hozzátettek, itt kellik mink jó dolyan és önt. Köszönöm, figyelmem. Most újjárt Óbzsa Fúcsó, hogy következik a következő emberről részéről, hogy hasonlóan köszönöm, szóltam azt, hogy elnök, háztárt, tisztáz, gépviselt, kitársai, háztárt, tisztelen, miniszt, úr, önök, maga, ha az önt volt CD beszélt, úgy tűnt, hogy önt miatt, ha elkezdünk és na ezt volna volt valaki március, március, április, kellett volna kellett volna a mondani. Hiszen hiten tavasz a tapasztalat mindenkor mi dönt olyan sütésről, jó szerkozóan meg a kettartam erőt, most erről önt beszélt, beszavarja, nehéz, de egy mind varik, ja,
Egy, az, hogy formai kvács után egy érősi párdemiszét árveszik, mi a közöttöm, s a különbség, atosan pont múlt a jó csalatja, az elmondített mondott. Rend napi té előtt, szenet, hisz forma egy fonzói konszultáció. Az akkor azután fonzói arra címből hosszú, hogy mondj mert el kell játolni a vélet, mi pedig úgy döntik, hogy döntünk vissza, ahogy nénk rep, akik a MV meg nem résznek, el azok már a örömet, hogy őták részük is volt, és egy döntik a kiszesnek, akkor majd arra meg pal, hiszen nem lehetnek a döntek a döntés, az ott meghoz a halára, akkor a salma este terület, az ön van szagában át, szerintem más, mint a terem,